A Doki Plus szoftver főoldalán tartózkodunk. Itt minden lényeges információ megtalálható ahhoz, hogy a beteg korábbi megjelenéseiről képbe kerüljön az orvos anélkül, hogy a sok információ zavaró lenne. A képernyő egymástól négy jól elkülöníthető részre van felosztva. A bal alsó negyed egy rendkívül gyors kereshetőséget biztosító pácienslista. Felette egy információs mező található, amely a kijelölt betegről vagy a kijelölt megjelenésről mutat előzetes információkat. A jobb felső negyedben a páciens listán kijelölt beteg megjelenéseit láthatjuk időrendben. A jobb alsó negyed pedig az éppen kijelölt megjelenéshez kapcsolódó gyógyszerfelírásokat mutatja. Minden funkció kézre esik, ezért elegendő néhány másodperc, hogy a beteget megkeressük és átlássuk a korábbi kezeléseit. Beteg keresése. Az input fókusz a páciens listán van. A főablakban a páciens lista vagy a megjelenések lista lehet az aktív. A kettő között a billentyűzet jobbra-balra nyilaival tudunk váltani. A kereséshez nem kell külön menüpontot megnyitni. Elég csupán elkezdeni gépelni a beteg nevét. Az első billentyű leütése után a főablak automatikusan kereső üzemmódra vált. Ha 3 másodpercig nem ütünk le billentyűt, akkor kilép a keresésből. A kereső üzemmódból az Enter billentyű leütésével is kiléphetünk. Ha számot kezdünk gépelni, akkor a tajszámok között fog keresni a szoftver. Lehetőség van rögzíteni a keresés funkciót. Ilyenkor, ha rutintalan az ember a gépelésben, nem fog visszaváltani 3 másodperc múlva. A keresés funkció rögzítéséhez az F2 billentyűt kell leütni. A keresőmező együttműködik a listával, tehát ha a mezőben gépelünk, használhatjuk a billentyűzet lefelnyilait a listában való pozícionálásra. Új beteg törzsadatainak felvétele. Új beteget az insert billentyű leütésével tudunk felvenni. Az aktív mező most eltérő színű, hogy kiemelkedjen a többi közül. A mezők között a billentyűzet lefelnyilaival, az Enter billentyűvel vagy a tabulátor billentyűvel közlekedhetünk.